Nagy üzem volt 4 napon keresztül a Continental Arénában, a magyar ökölvívás közvetlen utánpótlása mutatta meg magát a két szorítóban. Ebben az évben a korosztályos Európa-bajnokságokon 17 érmet szereztek a hazai bunyósok, így garantálva volt a színvonal is. A szövetség elnöke azonban nem csak ezzel volt elégedett. A rendezvény megszervezése, a rendezvény lokációja, a mérkőzéseknek a minőség az kiemelkedő. Úgy gondolom, hogy Nyíregyházára kell hozni minél több olyan nemzetközi mérkőzést és versenyt, ami az ökölvívást tudja úgymond promotálni. A müncheni olimpia bajnoka Gedő György 8 éve szakmai vezetőként dolgozik azért, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg az ökölvívással. Nem az edzésen vagy a mérkőzésen kell megtanítani a gyereket 1 perc alatt az ökölvívásra, hanem az edzőteremben kell megtanítani. Oda kell csalni őket, oda kell vinni, és meg kell neki magyarázni, hogy hogyan tudja egyszerűen és szakszerűen megtanulni az ökölvívó sportnak az alapjait. Ez a lényeg az egésznek. Az ökölvívó sportnak az tulajdonképpen azon múlik, nagyon sok olyan személyi tulajdonságot fejleszt az ökövó sporták, amik nagyon kevés sportákban találhatók meg. Az ökövó sportban kimondottan erről szól a történet, tehát hogyha valakit megütnek, akkor nem a vörös függöny fog lehullani, hanem tovább kell nyugodtan ugyanúgy versenyezni, és ugyanúgy gyakorolni, és ugyanúgy viselni azt a produktumot, ami tulajdonképpen éri a fiatalt. Az NVSC Big Boxing versenyzői 1 arany és 1 ezüst érmet szereztek az OB-n. 3 versenyzőt indítottunk, abból 2 már volt magyar bajnok, a Petrimán Patricia 2-szeres magyar bajnok, Kis Sándor 1-szeres magyar bajnok, illetve egy kezdősrácot, aki 5. pontszerző, 5. lett most, jól szerepelt. A Pati megnyerte, a torna legjobb junior női ökölvívója címet megszerezte, így a 3. magyar bajnoki címét is sikerült begyűjtenie. A Kis Sanyika pedig a döntőbe már úgy nézett ki, hogy elfáradt, 2 nyert meccs után érkezett, így ezüstéremmel zárta a magyar bajnokságot. A Nyíregyházi Boxklub 6 versenyzője jutott döntőbe. Közülük a szupernehézsúlyú Bodnár Csaba győzött, a többieknek ezüstérem jutott. Emellett még 4 bronzot is szereztek a rendező klub boxolói. Nagyon fáradt vagyok, nagyon fáradtak vagyunk, nagyon meg vagyok elégedve a szervezéssel, a gyerekeknek az eredményeivel. Lehetett volna egy kicsivel jobb is, ugyanis lecsúsztunk a junior csapatkupáról Hajszál híján. 1 aranyérem, 5 ezüstérem és 4 bronzéremmel zárjuk ezt a versenyt. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó eredmény, nagyon sokat dolgoztak a srácok, nagyon jól teljesítettek. Nyilván a hazai pálya előnyének is köszönhetően óriási szurkoló táborunk volt, úgyhogy nagyon büszkeséggel tölt el ez engem. A nyíregyházi boxolók nem pihenhetnek túl sokat, a hétvégén ugyanis mindkét klub versenyzői szorítóba lépnek az Eger Kupa nemzetközi tornán.